hát a Diana Krall a fellépőnk, hát egy háromszoros Grammy-díjas művész. Én szerintem a Krallt a jazz értő ismerők, sőt, hát ő egy olyan művész, aki a jazz határain túlmenően is ismert valamennyire. Néhány popstárt is megszégyenítő mennyiségű lemezt adott el, hanem 20 millió lemezt adott el, ami a jazzben kiemelkedő. Ő egy kanadai származású énekes zongorista, kiváló hangi adottságokkal és nagyon kiváló zongora tudással, technikával. Ami a lemeznek az érdekessége, kicsit kilóg azért az életművéből, ez az utolsó lemeze tavaly jelent meg, ez a Glad Rag Doll, a boldog rongybabáknak a címét viseli a lemez, és ez egy ilyen zsáner lemez, én azt mondanám, a 20-as, 30-as évek amerikai zenei világát idézi meg valahogy, úgyhogy ki is lóg, mondom, az életművéből a Krallnak, érdekes zenei csemege mindenképpen. Nyilván a koncert gerincét képezi ez a lemez, és hát persze gondolom, hogy a nagy slágereit, a nagy Grammy-díjas és nagy lemezeladásainak a slágereit is fogja játszani. A koncert az arénában van mindenképpen, azt gondoltuk, és hát ez igaz is, hogy a várat azért ezt kinövi. Itt a Várban egy ültetett koncertnél, mert a Krall az egy ültetett koncert, tehát a nézőtér minden részén székek vannak. Itt az 1800-1900-nál több embert nem nagyon tudunk leültetni, most már 3000-nél több embert várunk a Krall koncert, ugye ez is vittük az arénába mindenképpen. A többi koncert, ha az idő jó, el sem merem mondani, hogy úgy tűnik, hogy most egész jó lesz, az mind itt a Várban lesz természetesen, mert a Veszprém Festnek az alap hangulata meg ötlete az a Várból fakadt.